Karinti Frigyes előszó részlet. Nem mondhatom el senkinek, elmondom hát mindenkinek. Próbáltam súgni szájon és fülön, mindannyiótoknak egyenként külön, a titkot, ami úgyis egyre megy, s amit nem tudhat más, csak egy meg egy. Nem mondhatom el senkinek, elmondom hát mindenkinek. Közel 35 éve készülök arra a pillanatra, hogy így legalább 350 embernek elmondjam az én nagy titkomat, miszerint én egy bukott diák vagyok. A történetem ott kezdődik, hogy valamikor a 80-as évek elején én építésznek készültem, és körülbelül másfél éves küzdelem után az osztályfőnököm javaslatára, a szüleim beleegyezésével elhagyni készültem az én választott iskolámat. Emlékszem, hogy még az iskola igazgató, mondhatnám azt is, hogy az iskola fura ura, míg azt is meghatározta a szüleimnek, hogy jobb, ha elvisznek engem ebből a városból, mert ebben a városban én biztos, hogy el fogok aludni. A szüleim ezt meg is fogadták, és úgy döntöttek, hogy egy vidéki szakmunkásképző intézetbe iratnak engem. Miután fél évkor történt a váltás, ezért nem lehetett csak úgy könnyedén szakot választani, és mivel ugye építésznek készültek, ezért beirattak engem kőműves tanulónak. Na most képzeljétek el azt a 16 éves fiatal embert, aki egyik este még a barátaival Jefferson Éprendet, Pink Floydot és Lokomotív GT-t hallgat, az másnap egy kisváros téli építkezésen találja magát, svájci sapkával a fején, kék munkásruhába és pufajkában öltözve. És közlik az osztálytársai, hogy kedves barátom, itt van ez a talicska tégla, és nézzük meg, hogy föl tudod-e tolni ezen a rámpán. Hát én föl is toltam ezen a rámpán, és így békén is hagytak, mondták, hogy akkor ez egy erős fiú, akkor nem kezdünk ki vele. Na most én úgy gondolom, hogy ekkor a sors először mutatta meg magát az én életemben. Valahonnan kiemelt, és megmutatott egy egészen új világot. Ebben az új világban megismerhettem egy kedves tanáromat, Sápi Jóskát, akit azóta is barátomnak tekintek, és ő hamar észrevette rajtam, hogy nem csak egy ilyen szimpla talicska tologató vagyok, hanem azért attól többet érek, és elkezdett velem sokat beszélgetni, amikor tehette, elküldött különböző irodalmi eseményekre. Volt egy meghatározó élmény, egy író-olvasó találkozó, ahol én megismerhettem a verseket. Ezek a versek azért voltak fontosak a számomra, mert a későbbi időszakomra, amíg ebben az iskolában voltam, addig nekem egy ilyen nagy vigasztalódást nyújtott. Délelőtt iskolába jártam, vagy éppen talicskát tologattam, délután a kollégiumi szobámba pedig különböző költőknek a verseit olvastam. Tehát az a 16 éve szomorú fiú valami ilyesmi verseket olvasott, például József Attilának az Eszmélet című versét, ami ugye így szól, hogy az, aki az életet a halálra ráadásul kapja, és mint talált tárgyat visszaadja bármikor, ha nem kell senkinek. Vagy a nagy szerelmem Pilinszki, ugye amikor mondja, hogy anya, anya, miért hagytál itt ebben a sivatagban, miért hagytál itt, mikor minden olyan szomorú. Na most hát valahogy így teltek ezek a napok, de még csajozni is versekkel próbáltam. Na most képzeljétek el, amikor az a kömüves fiú elé áll a varrónő kislány elé, és próbálja elmondani neki az ódát. Hát bevallom őszintén, ez úgy nem sikerült, tehát a csajozás ez nem jött össze. Tehát így teltek ezek a évek, és ahogy én levizsgáztam, akkor igyekeztem vissza a nagyvárosba mondani nekem, itt vannak a barátaim, mert persze nem találtam már itt senkit, vagy akit találtam, az különösebben nem foglalkozott a verseléssel. És miután megígértem a szüleimnek, hogy én le fogok érettségizni, amit meg is tettem, de érettségi alatt dolgoznom kellett, és ez a verselés ez továbbra is megmaradt az életemben, egy háztartási boltba helyezkedtem el. És mivel nem találtam azért magamat a helyemen, tehát itt is egy kicsit a vigasztalódás irányába mentem, és emlékszem, hogy amikor nagyon sok időm volt, nem voltak épp a boltba vevők, akkor unalmamban különböző cementes zsákokra és mindenféle gipszes tasakokra versidézeteket írogattam. Most el tudom képzelni, amikor egy burkoló hazavitte a cementes zsákot, és mondjuk elolvasta
Adi Endrének a föl-föl dobott kő, földedre hullva, kicsiny országom, újra meg újra hazajő a fiat. Messze tornyokat látogat, sorvas lehull a porba, amelyből vétetett. Hát, gondolom, hogy elmosolyodott, vagy gondolta, hogy itt biztos valami beteg elmék dolgozhatnak itt ebben a boltban, de az is lehet, hogy mondjuk megszerette Adi Endrének az istenes verseit, bár úgy lenne. Egy ilyen lánklelkű fiatalember voltam, és én azt gondoltam, hogy ha én leérettségizek, akkor én annyira szeretem ezt a magyar irodalmat, hogy én akkor elmegyek irodalmárnak. Most pont volt egy, szembe jött velem egy lehetőség, hogy elhelyezkedhettem a Debreceni Irodalmi Múzeumba, mint adattáros gyűjteménykezelő. Most az úgy nézett ki, hogy addig még a Borsos villában fönt az irodalmárok különböző tanulmányokat írtak, addig én lent az alaksori szuterénban különböző debreceni vonatkozású költőknek a relikviáit katalogizáltam, úgy, mint ócska bőrtáska, elkapott szemüveg, szivarka, és mondtam, hogy hát, hogyha ez az én irodalmárságom, akkor inkább ezt én nem szeretném végezni, megyek én vissza a kereskedelembe, mert az az én világom. Ekkor már a rendszerváltás első évét éljük, és sikerült elhelyezkednem, ügynök lettem. Van nekem egy nővérem, és ebben az évben az én nővérem a pedagógusi fizetését kiegészítésül úgy döntött, hogy a karácsonyi vására színes díszdobozokat fog készíteni. Most ez úgy van, úgy nézett ki, színes karton, papírsablon, körberajzol, csomagoló papír, körberajzol, ollóval kivág, beragaszt és árulja a karácsonyi vásáron. Ez annyira jól sikerült, hogy a család úgy ítélte meg, hogy a következő évben próbáljuk meg egy kicsit nagyobba. Üljük körül, mi a család a konyhaasztalt, és készítsünk még több díszdobozt. Konyhaasztal körül ültünk, úgy, mint tóték, én voltam nyilván az őrmester, az őrnagy, és elkezdtük körberajzol, kivág, beragaszt, értékesít. Ez annyira sikeres volt, hogy a következő évben szintén neki mentünk a karácsonyi vásárnak, akkor már jöttek a nagynénik, nagybácsik, szomszédok, egész bedolgozói hálózatunk lett. És valamikor 94 januárjában, tehát a 93-as karácsony után, 94 januárjában úgy döntöttünk, hogy akkor ezt most már mi kezdjük el nagyobbba is művelni, és hozzuk létre a mi csomagolás technikai vállalatunkat. Most hamar rá kellett jönnünk, hogy hitünkön és szándékunkon kívül semmink nem volt. Annyi volt a kezdeti tőkénk, mint ma egy jól fizetett menedzsernek egy havi fizetése a mi vállalatunknál. Most azt is tudnotok kell, hogy körülbelül az a vállalat, ami fölépült közben, ha most nem rendelkezik valaki 800 millióval, de jobb, hogyha 1 milliárd forintja van, akár banki hitelként, akár saját tőkéként, nem lehet létrehozni. Tehát innen indulunk. És hamar rá kellett jönnünk, hogy ez nem elég semmire. Tehát ez a karácsonyi díszdoboz, ennek a bevétele, ez körülbelül júliusra el fog fogyni, és utána meg kell élni valamiből. És mikor az ember egy ilyen erős présben van, akkor jönnek csak igazán a gondolatok, próbáljátok ki, nagyon érdemes, menjetek a jó mélyre, és hagyjátok, hogy megtörténjen veletek a jó. És akkor én találtam egy anyagot, egy mikrohullámú bordázott anyagot, amire így ránéztünk, és azt mondtuk, hogy ez nem csak bútor csomagolásra alkalmas, hanem dobozokat is lehet belőle készíteni. Azokat a dobozokat, amiket oda helyeztünk most a székeitekre. Tehát mi megtaláltuk ezt az alapanyagot, csak natúr alapanyag volt, és mi úgy mondtuk, hogy akkor ez ebből, hogyha színes mikrohullámot készítünk, akkor fantasztikus, attraktív csomagoló eszközök készülhetnek belőle. Ez annyira sikeres volt, hogy két év múlva ebből az alapanyagból készült csomagolással már egy országos nívódíjat nyertünk mézgyerte csomagolással. Én azokban az években nagyon lelkes voltam, hogy mindenkit és mindent be akartam csomagolni, és úgy gondoltam, hogy hát ez az alapanyag, ez szerintem ezt az IKEA-ban mondjuk el lehetne adni, ott biztos nagyon sokat tudnának belőle vásárolni. És bekopogtattam az IKEA-ba, mert hogy 96-ban még telefonunk se volt, bekopogtattam személyesen az IKEA-ba, mondták, hogy jó napot kívánok, igen, itt a portán tegye csak le nyugodtan a csomagját, meg hagyjon egy névjegykártyát, és aztán majd mi jelentkezünk. Hát ez mi szokott ilyenkor történni, hogy persze menjél csak barátom, a saját utadon. Igen, nem, de két év múlva egyszer csak ők telefonáltak, akkor már volt telefonunk is, és mondták, hogy
Hát, hogy ők szeretnének ebből az alapanyagból, mert hogy a svédországi központ érdeklődik az ilyen típusú csomagoló eszközök iránt. De nem a magyarországi áruházba, hanem a világ 152 áruházába szeretnék ezt az anyagot forgalmazni. Hát ez pánik. Tehát most képzeld, hogy vagytok hatan, díszdobozokat faragtok ollóval, és jön egy multi világmárka, és mondja, hogy tőled akar vásárolni. Na, mi felszívtuk magunkat, és 3 hónapon belül fölállt ez a vállalat, a vállalkozásnak az apja, amivel mi ki tudtuk szolgálni az IKEA-t 2 éven keresztül, és havi 1 kamionnal vásárolt ebből az alapanyagból, és ez megerősített bennünket annyira, hogy el tudtuk kezdeni azt a vállalatot felépíteni, ami ma már úgy gondolom, hogy a minőségi csomagolás technika piacán az egyik meghatározó magyar vállalat. Többek között mi csomagoljuk azóta például a herendi porcelán teljes egészében, mi csomagoljuk a zserbót, mi csomagoljuk a stümmert, ha szaloncukrot vásároltok, akkor mindig gondoljatok ránk. Jelen pillanat 70 alkalmazottunk van, 100 megváltozott munkaképességű embernek adunk nap mint nap munkát. Az elmúlt évtized során kiállítottunk Düsseldorfba, Kölbe, Párizsban, és számos díjjal rendelkezünk. Sokat gondolkoztam azon, hogy mi történt velem. Miért kellett nekem 1,5 éven keresztül egy építőipari szakközépiskolába járnom? Azért kellett, hogy megtanuljam a csomagolás technika alapját, a műszaki rajzot, az ábrázoló geometriát, megtanuljak térben látni. És például azért is kellett, hogy megismerjem azt a barátomat, akivel 25 éve együtt dolgozom, a Varga Zolit, és azon is gondolkozom, hogy miért kellett nekem egy vidéki szakmunkásképző intézetben tanulnom 2,5 éven keresztül, amit aztán utána egy napon keresztül nem próbáltam, soha nem dolgoztam a szakmában. Ezen sokat gondolkoztam, hogy ez miért történt így. Ez azért történt, hogy megismerhessem a verseket. Ha nem ismertem volna meg a verseket, akkor biztos vagyok benne, hogy nem tudnék ilyen érzékenyen tekinteni a világra. Nem tudnám az idők jeleit gyorsabban felfedezni, mint mondjuk a versenytársaim. Számomra azóta, amióta én 16 évesen elbuktam, azóta nincs olyan, hogy jó, meg nincs olyan, hogy rossz. Csak jó és rossz válasz létezik az életemben. Én azt gondolom, hogy én nagyon boldog ember vagyok, hogy én 16 évesen elbuktam. Hiszem azt, hogy minél hamarabb éljük meg a bukást, annál boldogabb emberek lehetünk, mert a bukás után mindig egy új ember születik. Számomra a ráció és az emóció egyensúlya nagyon fontos. Ha bármikor valamelyik irányba kibillen valamelyik, akkor mindig próbálom egyensúlyozni a másikkal. Így volt ez 12 évvel ezelőtt is, amikor már nagyon bele voltam ebbe a vállalatépítésébe feledkezve, szinte már magamnak is kiállhatatlan voltam, a versekkel persze nem foglalkoztam, akkor úgy döntöttem, hogy elmegyek és lezarándoklom a kaminót. És nagyon boldog voltam, mert 3. napon újból megszólaltak bennem a versek. Azok a versek, amiket kamaszkoromban olvastam. És az út engem annyira föltöltött, hogy azóta például Kosztolányinak a Hajnali Részegség című versét már nem csak úgy tudom értelmezni, mint mondjuk egy érettségi tételt, mikor annak idején érettségiztem belőle, hanem már egészen más aspektusból is. Én most szeretnék ebből végezetül felolvasni nektek egy részletet. Nézd csak, tudom, hogy nincsen miben hinnem. Azt is tudom, hogy el kell mennem innen. De pattanó szívem feszítve húrnak, dalolni kezdtem ekkor az azúrnak, annak, kiről nem tudja senki, hol van, annak, kit nem lelek se most, se holtan, bizony ma már, hogy izmaim lazulnak, úgy érzem én, barátom, hogy a porban, hol lelkek és göröngyök köz botoltam, mégiscsak egy nagy, ismeretlen úrnak a vendége voltam. Köszönöm, hogy a titkomot meghallgattátok.